Facebook jubileumi koncertjén. Elég kötött a program, tudjátok, hogy miről szól ez a lemez. Arról szól ez a lemez, hogy most elejétől a végig számunkért végig megyünk részleteiben mindenen. És nem is nagyon fogom húzni itt az időt, mert azért elég hosszú két részlete van ennek a koncertnek, lejátszunk a lemezt, és utána, egy 5-10 perc szünet után visszajövünk majd egy másik blokkra. Hát melyik a következő dal a lemezen, tudja valaki? Így van, Imaginary Adventures, viszont vannak vendég énekesén ma este, úgyhogy szólítanám az első. Molnár Bálintot az én szélzenekarból. Sziasztok, jó estét! Na, egy hatalmas nagy tapsot ennek a gyönyörű szörnyös lemeznek. Konkrétan gyermekkorom egyik meghatározó magyar lemezen. És egy csodabb hitletnek 20 év távlatában is elénekelt a makarcsot lesz. Hát akkor hajrá! Hogy lássuk a kezel! Gyere, Gizda! Gyere, gyere, bulizsunk egy kurva nagyokba!
vissza fogom invitálni egy dalra. Hát milyen az a kurva gin a fejben? Nem a borúka pálinka másik. Ha úgy kérdez, hogy megszoktuk egymást. Megtévesztő. Tudj bonyodalmakat húzni. Egy másztam, vagy egy lezsolás volt. Bendy Gin in your mind. Is it good? Mit is keresztül? Vagy azt mondom, hogy... Jánik!
igazából tavaszút állandó vokalisták, mert minden koncerten ott van. Hát természetesen családtal veletek együtt. Köszönjük. Na most egy olyan dolog következik. Azt elmondalom. Ó, 2002-ben kint az Amerik. Leisztél Jampan az évben, áprilisban hunyt el, és neki dedikáltam ezt a dalt. És igazából a tudtam nélkül a folkzenekar írt le édesanyjának, hogy Magyarországon egy zenekar a fiának ajánlott egy dalt. És igazából többi a levelezés után abban maradtam nem szívvel, hogy fog kapni egy lemez tőlünk. Hát gyerekek, a sírás kerülgetett, amikor kijött a CD és el volt írva a neve. Sajnos nem tudtam elküldeni, mert ugyanis Nancy azt mondta, hogyha kaptam ezt, akkor is kapunk valamit. Ez most kimaradt, de viszont a dalat majd napig itt van velünk, úgyhogy most. De én emlékének, tudjuk, mi szeretnénk. Yeah.
What is this?